Tavaly évvégén lejárt Sádl György 7 évre szóló végrehajtói megbízatása, de a működéshez szükséges engedélyt nem vonták meg tőle. Továbbra is szerepel ugyanis a végrehajtók névjegyzékében, így az irodája más vezetésével vígan működhet a továbbiakban is. Legalább Sádl nem végezhet végrehajtói munkát, bár érdekes lenne ugyebár a rácsok mögött ezt véghez vinni. Remekül mutatja ez az egész eljárás a velejéig korrupt végrehajtói rendszer valódi működését, amely nem más célt tűzött ki maga elé, mint a temérdeklent haszonszerzést. Ennek érdekében pedig a végrehajtói kar elnökét folyamatosan kiszolgálják, miközben egyértelműen el fogják ítélni ezt az embert, aki több ezer honfitársunkat zsigerelt ki az elmúlt években. Már az is vérlázító, hogy a végrehajtói kar elnöke pozícióját, ugye a végrehajtói kar elnöki pozícióját tölti be dr. Sádl György, így hogy a rácsok mögött van, de felmerülhet a kérdés, hogy vajon megkapja-e továbbra is ezért a pozícióért járó havi 4 millió forintos juttatását. Sádl úgy tűnik a kiválasztott, az érinthetetlen, aki ellen sem az MBVK, sem a kormány, sem pedig a szuperhatóság nem kíván tenni a közeljövőben. Pedig mindegyiknek lenne rá lehetősége bőven. A börtön évek utáni megélhetésére gyűjtöget szorgalmasan, és senkinek sem szúr szemet ez az egész történet. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom valódi felelősségre vonást és elszámoltatást követel a népnyúzó végrehajtók efféle tevékenységében is. Megengedhetetlen az, hogy Sádl Györgyöt ilyen privilégiumok illették meg még mind a mai napig. Felháborító, hogy a büntetőeljárás alávont személyeknek továbbra is saját nevükön futnak a különféle végrehajtó irodák, mert ez mindegyik eljárás alávont végrehajtóra is igaz. Fejezze be a kormány éppen ezért a végrehajtók támogatását, és kezdjen valódi felelősségre vonásba, valódi tettekbe, és merje végre felszámolni a cinkosságot a végrehajtó maffia és a kormánytagok között is.